Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. 8 óra 10 perc van, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy, benne Kántor Endrével és Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9 az SMS és WhatsApp számunk. Gyors közlekedési helyzetkép, amit küldtetek, legalábbis azon információk alapján. Az M0-ás az M1 felé az Alacskai lehajtónál megáll nagy hirtelen, írja Ádám, talán a felújítás miatt teszem én hozzá, mert arra lehet számítani. Az Egér út brutál, ezt is közzétette egy hallgató, okát azonban nem sejtjük, illetőleg egy olyan észrevétel jött, hogy a Lovagrend Napóleon óta nincs Máltán, írja Mátyás. Ezt mi tudtuk, de a Lovagrendnek a nyoma, sőt, ha jól emlékszem, abban a most már múzeumban, ugye, ami volt a igen, központi kastély. Hát a nagymesternek volt a hivatala, igen. Van, ott egyébként, akik körbevezetnek, tehát ott van valaki, aki egyébként a Lovagrendhez tartozik. Hát csak hivatalosan is. A máltai Lovagrend pedalosan mai napig Máltán van. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, drága hallgató közönség, hogy hanem, hogy tartalmat szolgáltassunk, és hát egy nagyon fontos kérdés fogunk tárgyalni, energetikáról lesz szó. Vendégünk ebben az ügyben Széfi Márton, a MET Magyarország kereskedelmi igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Sziasztok! No, hát elég hidegtelünk volt, meg jó hosszú is. Ilyenkor az energiaárak dinamikusan változnak, vagy hosszú távú szerződésekbe be van betonozva, és akkor az egyik fél szívja a fogát, hogy nem erre számított. Valójában a tél nem volt annyira hideg, csak a vége. Uh-huh. Egészen február végéig már azt gondolhattuk, hogy érdeklődés hiányában elmarad, akkor azonban érkezett egy kis arktikus lémtömeg, ami megrémítette az energetikával foglalkozókat. Én se gondoltam volna még tanulmányaim során, hogy a meteorológia ekkora hatással lesz az életemre. Mégis így lett. Ennek oka az, hogy így március vége fele már általában az egyes országok arra készülnek, hogy elkezdődik a tárolási időszak, a betárolási időszak, és feltöltik a tározóikat. Ennek okán már viszonylag kevés, akkor csinálja jól egy kereskedő a dolgát, ha ilyenkor már kevés forrással rendelkezik, kevés tartalékkal rendelkezik, hisz pont ugye a feltöltési időszak ezután kezdődik. Ez a hideg időszak azonban megtréfálta a kereskedelmi szakmát, hisz február végén az akkor szokásos 18-20 euró per megawattórás árakra az ötszörösére, tehát 100 euró fölé szöktek a spotpiaci edzések. De ennek köszönhetően egyértelműen? Igen, egyértelműen. Mm-hmm. Ez egy hosszú és bonyolult képlet, és az egész a Szigetországban, Angliában kezdődik, hisz ott egy komoly tárolói kapacitás bezárásnak köszönhetően a Szigetországban már nem képes a tárolókból ezt a rugalmasságot, ezt a kiegyensúlyozást végrehajtani, ami elengedhetetlen és kulcs az energetikában, hanem a spot piacokról, a holland piacról, a kontinensről kell felszívni a forrásokat, és ez szép lassan az egész. Végiggyűrűzött mindenhol. Oké, de hát a kereskedők akkor ezzel szembesültek ugye februárban, de mivel szembesült a fogyasztó? Tehát ez akkor nála nem csapódott le? A kereskedők, mert nagyot lehet kaszálni, nem? Mi a MET csoportnál alapvetően akkor ülünk, amikor az ügyfeleink boldogok. Egy kereskedő pedig akkor örülhet, ha sikerül pontosan eltalálnia az ő profiljában, az ő portfóliójában lévő fogyasztóknak a várható fogyasztását, és ez sikerül a forrásaival, illetve a tárolójával megfelelően kibalanszíroznia, és ezt a lehető legpontosabban meg tudta tenni. Mi a helyzet a földgázárakkal akkor ennek kapcsán? Tehát most ugye volt ez a felcsapódás, vagy felpattanás, amit említettél. Mi történik most? Még most kitartanak ezek az árak? Vagy? Mert azért most sincs április elejé, március végi meleg. A meteorológusoknak tetszett ez a kis tréfa, amit március végén űztek, úgyhogy március elején és február végén űztek, ezért március közepén ezt még egyszer megismételték. Akkor is egy hosszú távú előjelzésben egy újabb arktikus légtömeget vizionáltak, ami azért azt kell mondjam, hogy finoman szóval is pánikot váltott ki. De szerencsére ez a pánik már korán sem volt akkora, tehát az extrém árképzés ez egy óra, másfél óráig volt a tőzsdéken. Elérhető, utána szépen konszolidálódtak 40-50-60 euró szintekre az árak, és onnan egy
egyébként, ahogy ez kiderült, hogy ez a hideg valójában nem érkezik olyan mértékben és meccségben, mint ahogy az várható volt, szépen visszacsúsztak erre a korábbi, azt megelőző szintekre, és ez kitűnően a spot piacokat. Egyszer beszéltünk erről már, hogy melyik régiókat, melyik tőzsdék befolyásolják, és a világpiaci összefüggések is voltak, de most arra lennék kíváncsi, hogy a világon ugye az olajárak azért nincsenek magasan, illetve hát most megpróbáltak korrigálni, de azért vissza csúsztak $60 alá. Ez egyébként befolyásolta a földgázárát, vagy egyáltalán nem? És hogyha már itt tartunk, akkor itt Magyarországon, illetve Európában melyek azok a meghatározó tőzsdék, ami fontos? Korábban egyébként nagyon sok forrásszerződés a keleti olajos képleten képződött. Ebben ugye de facto kifejezésre kerül az olajárnak az alakulása. Ma már ez nincsen így. Ma már a földgáz tőzsdéken a földgáz ára az elsősorban, amihez ezek a forrásszerződések indexálódnak, illetve fogyasztói szerződések indexálódhatnak. A legnagyobb tőzsdék egyébként ma Európában ugye a holland TTF, illetve ugye az NCG, illetve ha itt a régióban keresünk egy említésre méltó kereskedési pontot, akkor a határ túloldalán egy Baumgartenben a Virtual Trading Point Austria, egy osztrák kereskedelmi pont az, ami a régió ellátását a legjobban befolyásolja. Ez a pont fekszik egyébként egy Ukrajnán-Szlovákián keresztül érkező szállítási útvonal kellős közepén. Ezt akartam kérdezni, hogy ezeken a kereskedelmi pontokon milyen gáz lehet kapni? Gondolom a hollandoknál az északi tengerit. Leginkább igen, illetve az Európa annak a régiójában azért már egyre inkább gyakorlata az LNG-nek a partra szállítása, partra tétele, és ott ugye visszagázosítása, de ez elsősorban tőzsdei indexált árakhoz kapcsolódik. Nem minden ország rendelkezik értelemszerűen ilyen visszagázosító üzemmel, ilyen terminállal, úgyhogy igen. Uh-huh. Amikor bejött ez, egy kicsit visszatérve az első gondolathoz, mikor bejött ez a komoly hideg, akkor egy kezdett annak rendje módja szerint cikkezni a sajtó arról Magyarországon, hogy van elég gáz a gáztározókban, és akkor ugye mindenki felkapta a fejét, hogy már igencsak kevés van, és ugye mondtad azt is, hogy az a jó, ha kevés van, mert hogy akkor elhasználták azt, amit betároltatok. Lett volna elegendő gáz? Ez egy megtévesztő kérdés, megtévesztő lehet ez a kérdés, mivel ha megnézzük, hogy az országnak mekkora tárolói kapacitása van az éves fogyasztásához viszonyítva, tehát Magyarországon van nagy átlagban 9-9,5 milliárd köbméter gáz fogy el lakossági fogyasztással együtt, és ehhez kapcsolódik egy 5-5,5 milliárdos tárolói kapacitás, ami egy rendkívül nagy kapacitás, nincs télen ekkora tárolói kapacitásra általában szükség, legyen extrém hidegről szó vagy nem. Ennek a felére van szükség. Innentől kezdve, ha egy 50%-os tárolói feltöltöttségről beszélünk, az Európai Uniós viszonylatban lehet, hogy kevésnek tekinthető. Igen, ám, de a hazai ellátást ez bőven kényelmesen tudja biztosítani. Uh-huh. Mi van, ha egyszer kifogy ez a történet? Mert mondjuk tényleg hosszú és kemény a tél, és már mondjuk novembertől március végéig folyamatosan tél lenne. Egy országnak alapvetően három lehetősége van gázt előállítani. Az egyik, az a másik kettőt feltételezés, ez a tárolók. Tehát ahhoz, hogy én tárolókból elő tudjak gázt bányászni, ahhoz szükségem van vagy egy hazai kitermelésre, tehát vagy szerencsés vagyok annyira, hogy az országban rendelkeznek földgázkészletekkel, és ezt ki tudják termelni. Vagy a másik lehetőség az, ha a határ keresztető kapacitásokon keresztül importálnak ilyen energiahordozót. Mi tudunk importálni minden irányból, vagy még mindig megvan ez az orosz gázfüggőség, amiről megint csak sokat cikkezett a sajtó? Alapvetően a régióban bármilyen irányba is vezetnek ezek a határkeresztező kapacitások, tehát bármilyen országgal is kötnénk össze. Jelenleg ez elsősorban orosz molekulát importálna haza. Lehet, hogy az árképzéseit, vagy a szerződőfér már nem keleti irányból érkezne, ettől függetlenül a molekula maga a régióban az orosz molekula lenne. Uh-huh. Zenélünk egy kicsit, aztán megyünk tovább. A stúdióban itt van velünk a MET Magyarország kereskedelmi igazgatója, Szépfi Márton, gázellátásról, illetve gázárakról természetesen, és hírekről beszélgetünk, illetve arról, hogy a földgáz beszerzési kampány például miért tavasszal van. Ezzel jövünk vissza. Van kérdés 0630 2010 909 infokukac@millastegeli.hu. We'll be right back.
turn to take the first step. You are misled. Why do I have to function in a certain way? So you're okay. Why am I at fault for all that's happening to you? And you know that is true. I do not wanna get bogged down. Let's get down to business now. Továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzin. Itt van velünk a stúdióban a MET Magyarország kereskedelmi igazgatója Szépfi Márton, és földgáz piaci eseményekről is beszélgetünk, többek között arról, hogy mi volt annak a kiinduló pontja, annak a drágulásnak, ami februárban, illetve később márciusban bekövetkezett. De akkor egy kicsit erre térjünk vissza, hogy hogy alakul egyáltalán Európa földgáz ellátottsága. Mi az, ami meghatározó tényező ma ebben a dologban? Ahogy egy ország is, úgy a kontinens is alapvetően három lábra támaszkodhat. Támaszkodhat saját kitermelésre, támaszkodhat importra, és támaszkodhat egyébként a korábban ezekből betárolt volumenre. Itt az importot még színesíthetjük azzal, hogy nem csak vezetéken, hanem hajókon keresztül is érkezhet energiahordozó. Most Európában ez úgy néz ki, hogy a két legnagyobb ellátást biztosító irány az a keletről érkező források, illetve a norvég kitermelésből érkező források általi volumen, illetve hát Afrikából is érkeznek szabad szemmel látható kapacitások. Ezek európai cégek, vagy világcégeknek az afrikai mezőin vannak, vagy az afrikai cégek ezek? Az
az energetikában most már évek óta egy nagyon komoly konszolidáció zajlik, úgyhogy nagyon nehéz kontinenshez kapcsolni egy energiakereskedő céget, sokkal inkább a világot átívelő nagy konglomerátumokról beszélhetünk, úgyhogy helyzete válogatja, hogy éppen milyen partnerrel tárgyalhat ilyenkor a kereskedő. Ja, értem, tehát ez mind ilyen koncessziós dolog, ugye nagy, valamelyik nagy társaság koncessziót vásárol, és akkor az LNG-t említetted egy pillanatra, de ugye ez is egy átírja azért az egész kereskedelmet, illetve hát az Egyesült Államok is egyre nagyobb szereplő ebben az egészben. Igen, az Egyesült Államok abban a szerencsés helyzetben lett az utóbbi években. Itt a palaujal forradalomnak, a palagáz forradalommal együtt óriási jelentősége van, hogy energia importőrből energia exportőré vált, és ez az olajra és a földgázra is igaz egyébként. Innentől kezdve LNG formájában ezt a többlet energiát ő képes a világpiacra tenni, és ahogy azt korábban említettem, itt Európában alapvetően szűkösség, bizonyos eseteknekben szűkösség mutatkozik. Ezt egyébként nagyon jól tudná, és esetenként tudja is az Amerikából érkező többlet LNG pótolni. Ugye az LNG is végtelenül egyszerűen egy kereskedési mechanizmus, kereslet kínálat alapján működik, ahol többet fizetnek érte, arra kanyarodik a hajó. Innentől kezdve nem egyértelmű, hogy az Európa lesz, viszont az európai árak meghatározóak és átgyűrűznek az LNG világpiaci árába. Uh-huh. Akkor beszéljünk egy kicsit Európáról, mert hogy azért olvasni lehetett, hogy mozog a piac abból a szempontból, hogy például Hollandiában leállítottak egy nagy mezőnek a kitermelését, és a britek meg bezárták az egyik gáztározójukat. Itt konkrétan mi volt a sztori, és ez hogyan hatott a piacra? Az 50-es években Hollandiában találtak egy Magröningeni mezőnek nevezett lelőhelyet. Ez akkor a világ legnagyobb lelőhelye volt, és sokáig ez így is volt, ma is benne van a világ top 10 gázlelőhelyének. Hogy mekkora ez, érzékelhetessem, ez 26-27 milliárd köbméter gázt termelt és jelentett minden évben az annak a tulajdonosának, hogy ez mekkora, ugye korábban említettem, hogy Magyarországnak az éves fogyasztás az 9 milliárd köbméter, tehát háromszor Magyarországot kényelmesen ellátja. Biztonsági, illetve környezetvédelmi okoknál fogva, ugyanis ez a mező valójában több kisebb térségre tevődik, ezt a kitermelési volument, ezt elkezdték radikálisan csökkenteni, ez a radikális csökkentés itt milliárd köbméterekben mérhető, már pedig az hatással van a kínálati oldalra. Ezt fűszerezte még meg az által is említett angol tározó, amit Ráf mezőnek hívnak, és annak a bezárása szintén környezetvédelmi és biztonsági okokból, ami nagyon nehéz helyzetbe hozta a szigetországi energiakereskedőket, hisz korábban egy tároló az óriási biztonságot jelenthet az ország fogyasztásának kiegyensúlyozása szempontjából, ez esett ki ebből az értékláncból, innentől kezdve ezt flowból, tehát effektív betáplálási pontokból kell majd tudnia ellátni a hát nyilván drágul akkor számukra, ugye? Ez okozza azt egyébként, hogy a nyugat-európai tőzsdei edzések szép lassan már nem egy áreső trendben, mint azt a korábbi években volt tapasztalható, mozogtak, hanem szép lassan egy lassú áremelkedés. Elvált egyébként, mert az olaj ára meg nem nőtt olyan mértékben, mint a gázé, hogy ez elvált ez a két dolog egymástól. Ez azért fontos, mert hogy évekig együtt mozgott, sőt, volt olyan, hogy az olajára volt magasabban, és a gáz meg, mintha senki nem akarta volna megvenni. Néhány évvel ezelőtt meg ezt láttuk a piacon. Ugye alapvetően kiegészítő termékekről beszélünk, és ugye kiegészítő termékek ára hat egymásra. Ma már ez egyre kevésbé van így. Ettől függetlenül azért még mindig megfigyelhető korreláció a két termék ára között, de korán sem olyan szignifikáns, mint korábban. Pontosan az említett okoknál fogva. Tehát az, hogy mi a valós kereset és mi a valós kínálat, az ma már nem olyan triviális, mint régen, hogy átkapcsolunk egy erőművet olaj fűtésre, vagy éppen földgázra, hanem jellemzően a földgáz világpiaci ára lesz az, ami ezeket alakíthatja. Azt még szeretnénk megkérdezni tőled, hogy miért tavasszal van pont ez a betárolási időszak? Mert akkor üres minden? Mert ugye télen elfűtöttük az energiahordozót.
ugye az évszakok jól mutatják, hogy mikor mire van szükség, amikor hideg van, akkor szoktunk fűteni. Hát ugye, ahogy ezt korábban beszéltük is, az időjárás megtréfálta ezeket. Az időjárás, tehát a meteorológusok azok boldogok, mert többen figyelik őket, mint azt gondolnák, és nem csak azért, hogy a gyerek holnap milyen ruhában menjen iskolába, hanem azért is, hogy ilyen konkrét üzleti döntéseket hogyan hozzanak meg. Ugye egy gáz év kettő részre osztható, az egyik ugye a betárolási időszak, ez áprilisban kezdődik és eltart szeptember végéig, és ugye a kitárolási időszak, a fűtési szezon pedig némi karbantartás után október elején indul, és ugye március végéig tart. Még egy érdekes történet, és ezt is beszéltük többször, ez pedig az, hogy elválik egymást, és most a lakosságról beszéltünk ugye az időjárás kapcsán is, de egy ilyen helyzetben, amikor így fölle mozognak az árak, vagy éppen egy fölfelé mutató tendencia van, azért a vállalkozásoknak teljesen más beszerzési lehetőségei vannak, mint a lakosságnak. Hát ugye nekünk van közműszolgáltató, az hozza a gáz, kifizetem a gázszámlát, és ennyi. De mondjuk ezeket a piaci mozgásokat le lehet reagálni, mondjuk vállalkozóként, hogyha viszonylag magas a fogyasztásom, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mikor és mennyiért veszem ezt a bizonyos gázt. Természetesen mi a MET csoportnál azt valljuk, hogy egy jó beszerzés az valójában egy nagyon hosszú és komoly konzultációt követően történhet csak meg, ahol az asztalra kerülnek azok a kockázatok, amit a beszerzést végrehajtó fél, illetve a kereskedő visel egy ilyen ellátás esetén, és ezt úgy osztják föl egymás között, hogy minden kockázat oda kerüljön, ahol ezt a legjobban tudják kezelni. És ez igaz egyébként az árkockázatra is, tehát ma már számtalan olyan termék van, ahol tudjuk korlátok közé szorítani annak a tőzsdei ár mozgásinak a kitettségét, ami egyébként a számla végértékét jelentősen tudja befolyásolni. Tehát akkor már nem csak az árfolyam kockázatot lehet kezelni egy külföldre szállító cégnél, hanem lehet az energetikai ármozgásokból eredő kockázatokat is mérsékelni. Pontosan, és itt fontos azt megemlíteni, hogy ezért nagyon nehéz egy olyan iparágban egy beszerzést végrehajtani, ahol ugye a beszerzési szakmának egy fontos tulajdonság, hogy komplementereket, illetve kiegészítőket, vagy összehasonlítható termékeket szeret megnézni. Na most egy komplex energetikai beszerzés az nagyon nehezen összehasonlítható, egy ajánlat e tekintetben nagyon nehezen összehasonlítható, és ezért fontos ez a konzultáció, amit az előbb említettem. Jó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk a gázügyben ma reggel, hála neked, és akkor jó munkát. Most kezdődik ugye megint a munka, lassan véget ér ugye az ergenyés időszak, és jön a betárolási időszak, mint megtudhattuk, úgyhogy lesz munka bőven, úgyhogy ehhez kívánunk sok sikert nektek, köszönjük, hogy itt jártál. Köszönöm szépen én is. Széphy Mártonnal beszélgettünk, a MET Magyarország kereskedelmi igazgatójával, ahogy az órára pillantok, egyértelműen látható, hogy Czoller Andi rövid hírei jönnek, aztán jövünk vissza az aranyköpéssel.